Érkezik a gyereksereg a Nyíregyházi állatparkba. A látogatókon kívül óvodás és iskolás csoportokat fogadnak a következő két hétben. Az Állatok Világnapja alkalmából ilyenkor mindig különleges programokkal készülnek a szervezők. Az idei rendezvény kiemelt témája az állatvilág sokszínűsége és védelme. Az állatparkban az Állatok Világnapján hagyomány, több évtizede jellemző, hogy ilyenkor fogadjuk az iskolás csoportokat, hiszen az állatpark tulajdonképpen maga egy élő szerter az 5000 állatával, és a tudatformálás, a szemléletformálás nagyon fontos szerepe és közege ez a hely. Rengeteg különleges programmal várjuk a mai napon a vendégeket, lesznek látványtetések, de lesznek CITES kiállítás bemutatóink is, illetve a Nem Szeretem Állatokkal is megismerhetnek a vendégek. Jól látható, hogy már mögöttem tózódik a tömeg, hiszen rengeteg intézményből érkeznek hozzánk. Kaptunk e-mailt és tájékoztatást, én beszéltem többször az állatparknak a dolgozóival is, és hát az, hogy mire számítsuk, azt nem tudjuk, de most már talán lesz valami fogalmunk, hogy a tigrisek ugye egyébként nem szokásos ez a látványetetés, mindig délután kapnak esti órákban enni, és most viszont ilyenkor, úgyhogy hajrá, megnézzük, hogy mi lesz. A látványetetések sora a világ legritkább tigrisfajánál, a szumátrai tigrispárnál kezdődött. Összesen 400 egyedélben ülök a természetben és 300 állatkertekben. A kihalás szélére került alfajról van szó. Majd figyeljétek meg, hogy elég kicsúrt a testalkatúak, és kis sörényt is viselnek a popincójukon, innen lehet megkülönböztetni a többi tigris alfajtól. Ez pedig már a fehér tigrisek kifutója. Itt egy jellegzetes hanggal csalogatják elő a vadállatokat. A fehér oroszlánok a trópusi ház lakói, ők is dobozba rejtve kapták meg a különleges falatokat. A látványos programok közben a gyerekek számos érdekességet tanulnak a vadvilág rejtelmeiről. Melyik látványetetés tetszett a legjobban? Nekem a fehér oroszlánok tetszettek a legjobban. Azért tetszettek, mert nekem azok a kedvenc állataim, és szeretem őket. Sok mindent megtudtatok most, és hogyha igen, akkor melyik volt a legérdekesebb információ ez alatt a kis vezetés alatt? Sok mindent megtudtunk, nekem minden tetszett, az idegenvezetőt is mindent figyeltünk, amit mondott, követtük a tanárokat is, meg minden, figyeltük, hogy esznek, meg hogy szerzik meg az élelmet, meg ahogy játszanak, de nekem nagyon tetszett minden. Volt olyan információ, ami új volt nektek? Nem. Igen. És mi volt az? Hát, hogy a nőstény szerzi be az ennivalókat, és a hím pedig eszi meg először. Nekem az új információ volt. A zöld piramisban már testközelből is ismerkedhettek az esőerdők lakóival a gyerekek. Ő egy királypiton, vagy angolul labdapitonnak is hívják. Az Állatok Világnapját minden évben október 4-én, Assisi Szent Ferenc napján rendezik meg világszerte.